A Savoy kávéházak voltak, most már bankok vannak, meg nem tudom micsoda, mindenféle McDonald's, meg Lótüdő van a helyén. Na, második következő szakasz az Andrássy útnak, ez a Színházi negyed, és itt található a második Zeneakadémia bal oldalt a Liszt Ferenc téren, és itt van az egyik tematikus utcája szintén Budapestnek, a Király utca és a Kiskörút közötti szakaszon. Hát az Andrássy útnak mindenképpen a fő attrakciója az Állami Operaház, amit itt fogunk látni a jobb oldalon. És itt pedig a Nagymező utcát láttuk, ez a Színházi negyed, a legtöbb színház itt található, és a Müller Rouge is. Hát az Operaház létrejöttében szintén Andrássy Gyula grófnak volt szerepe. Ő itt levelet Ferenc Józsefnek, hogy különítsen el bizonyos pénzalapokat az Operaház létesítésére. Ipl Miklós építette fel neoreneszáns stílusban. A bejáratnál két híres zeneszerző szobrát látjuk, Liszt Ferenc és Elker Ferenc, és a tetőn pedig 16 híres zeneszerző szobrát helyezték el. Megnyitón egyébként Erkel Ferenc híres operáját, a Bánkbánt játszották. Hát itt, ha tovább haladunk az Andrássy úton, alattunk megy a millenniumi föld alatti. Ugye hát ez is a millenniumra készült el, 21 hónap.